Azért vagyunk itt, mert a pillanatfelvétel jelmezeit, ruháit próbáljuk kiválasztani. Egyébként tök nagy sikerrel. Nagyon örülök, hogy a fiúknak ez így tetszik, mert ez az üzlet szerintem tényleg teljesen tökéletes arra, hogy a ruhákat megtaláljuk. Maga a márka, ugyebár ez a For Skandinávia, ez egy Dániából származó ruhacég, ruhamárka. Maga az anyacég az a Bestseller, és mi pedig a magyarországi multibrand vagyunk. Ruháink megfelelnek mind az utcai, mind pedig az elegáns üzleti viselethez. Nagyon különleges darabok vannak, de mégis hordhatóak, mégis olyanok, amik teljes mértékben beilleszthetők egy nagyon mai férfinak a ruhatárába, akinek fontos az, hogy mit vesz fel. A pillanatfelvétel két férfi főszereplőjének stílusa eltér egymástól, míg Berecki Zoli esetében egy nagyon laza, nagyon mai, vagány embert kell elképzelni, addig Serez Zoli karakterének van egy nála sokkal fiatalabb barátnője a darabban, így neki fontos, hogy mindig nagyon tip-top legyen, olyan, mint aki most lépett ki éppen egy divatmagazinból. Két karaktert ezt nagyon el kell különíteni. Tehát van egy 40-es éveit és egy 50-es éveit taposó férfi, de mind a kettejüknek fontos a divat, mind a kettejüknek fontos az, hogy mit vesznek fel. A nagyon eseménydús darab természetesen sok váltásruhát kíván. Jelen pillanatban úgy állunk, hogy 3-4 szettel készülünk, de ebbe beletartozik az is, amikor megérkeznek. Tehát tavasz van, átmeneti időszak van, kabátba érkeznek, napszemüvegbe érkeznek, tehát az a ruha is egy játszóruha, ami mondjuk egy kabát alatt van. Tehát, hogy ezeket ezt a 3-4 szettet így számolom. Mivel egy térben játszódik az egész, de közben nagyon eseménydús, hiszen van benne egy esküvő, bár nem is egy ilyen nagyon klasszikus értelembe vett esküvőt kell elképzelni, ez sokkal inkább egy házi buli. Úgyhogy nagyon törekszem arra, hogy a színház világát és ezt a nagyon mai fashion világot nagyon szépen ollózzam össze, hogy ne legyen egyik se testidegen a másiknak. Darab ruháinak márkaboltja a For Skandinávia az ország több pontján megtalálható. Budapesten 2, egy az Arénában, egy pedig az Alléban, Győrben, illetve Debrecenben pedig vidéken. Egyébként megtaláltok minket a közösségi médiában is, a Facebookon, For Skandináviát, hogyha bejutitek, akkor egyből kidob minket, illetve az Instagramon is. És hogy a karakterek ruhaválasztékának mi lett a végeredménye, az május 6-án a pillanatfelvétel premierjén kiderül.